Szervusztok, üdvözlök mindenkit a mai nap negyedik BO3-as szériáján és a másodikát Észak-Amerikából. A Dignitas, amit a FlyQuest fog összecsapni. Előjáróban talán azt mondhatjuk, hogy Dignitas 2-0, sziasztok, jó éjszakát, de talán ennél árnyaltabb egy picit a kép. Mit gondolsz, Thanatos? Szervusz, Nono, köszöntöm és ételten én is a kedves nézőket. Talán annyit mondhatok, hogy Dignitas 2-0, köszönjük, sziasztok. Árnyaltabb a kép természetesen, úgyhogy fogalmazhatnék úgy is, hogy a Dignitas eléggé nagy valószínűséggel a FlyQuest elleni küzdelem során hihetetlen dominanciára tehet szert, és ennek köszönhetően a szériát magabiztosan 2-0-ra nyerheti meg. És maradjunk is ennyibe, tehát hogyha megnézzük a két csapat jelenlegi teljesítményét, akkor a FlyQuest aranyos, a FlyQuest kedves, vannak ott régi nevek, vannak ott olyan legendák is akár, mint például Háj, aki már nagyon sok mindent letett az asztalra, de jelen pillanatban, igen, föl is vette onnan. Tehát, hogy a magabiztos 9. hely, az mindenképpen bíztató, de ezen jön a Dignitas felállása. Szandé a felső esélyen, ezúttal Shrimp dzsungelben, Kinlod, valamint Big a szokásos hármas, tehát továbbra sem Chasernek szavaznak bizalmat. Nem, miközben a FlyQuest, akiről az előbb beszéltünk, Bowls felsősvény, Moon Jungle, High középen, White Turtle, az ADC, míg Lemon Nation a mosolygós kis támogató játékos. Szóval visszatérvén a gondolatmenethez, hát igen, nem mondanám azt, hogy a FlyQuest hozza a formáját, tőle elvárt dolgokat. Már ez mi is számít formának? Igen, ezt akartam mondani, hogy ez is nagyon csalóka kifejezés. Tehát, hogy ugye nekik viszonylag nagy szerencséjük volt, amikor bemutatkoztak, vagy lényegében a mostani tavaszi évad során, hogy egy csomó mérkőzést elhoztak, nyertek mindenkit, aztán ki is hangsúlyozták a külföldi kollégák is, hogy hát a nagy csapatokkal még nem játszottak, és látjuk azóta is, hogy a nagy csapatok erre nem tudnak rendesen érvényesülni, csak most valahogy úgy néz ki, hogy sokkal több a náluk nagyobb csapat, így a 9. hely legalábbis ezt mutatja. Na de jön a tiltási és választási fázis az első mérkőzésem. Kassanin és Korki azonnal tiltóistán a Dignitas részéről, kettő középső ösvényes hájt szeretnék megfogni érthető módon. És bár azt mondtam, hogy Kinlod és Biga a szokásos hármas, azért ez nem egészen igaz, hiszen Altec bemutatkozott múlt héten lövész pozícióban, és igen kiváló teljesítményre volt képes a percenként kiosztott sebzésben, azonnal a lövészek közül a legjobbnak bizonyult. Igaz, két mérkőzés alapján könnyebb ilyen jó átlagot összehozni, mint mondjuk 8 széria alatt, de azért jó kezdés. Ígéretes. Igen, erős kezdés, és gyorsan parkolópályára is tették. Rumble kerül még tiltó listára a Dignitas részéről, míg Caitlynnel és Galioval válaszol a FlyQuest. Bent maradt mind Leblanc, mint Rixen. És a Team Dignitas azonnal első választásként lecsap Leblancra. Valljuk be őszintén, hogy Leblanc erős, viszont nem egyszer láttuk már azt, hogy mennyire sokszor meg lehet fogni egy Leblancot, és innentől kezdve, hogy első választásnak elhoz valaki egy középső ösvényes hős, számíthatunk arra, hogy a FlyQuest, ha más nem például ez az Elise és Brown választással, megpróbál ellene valamit lépni. Ez furcsa. Mármint a Brown választás Lemon Nation-től. Ő előszeretettel játsz a Zyrát. Tényleg rengetegszer, 9-szer is elhozta már ebben a szezonban, és emiatt neki van a legtöbb sebzése a csapatában, mint támogató. Ez egész Észak-Amerikára vonatkozik, ami egyszerűen zseniálisnak mondható a maga 13,6%-ával egy támogatótól, hangsúlyozzuk továbbra is. A túloldalt Shrimp érkezik majd Lee Sin-nel, ez szintén egy közkedvelt választása, előszeretettel hozza el, még akkor is ugye, hogyha tudjuk, hogy cserélgetik a dzsungeles pozíciót. Shrimp 6-ból 6-szor győzelmet aratott ezzel a hőssel, ez lehet talán a 7. Azt kell, hogy mondjam, hogy Lee Sin-ben megvan a lehetőség arra, hogy győzelemre vigye csapatát. Ugye Svenskerennél is sokszor kiemelésre kerül, hogyha elhozza Lee Sin-t, akkor nagyon ügyes, de alapvetően Európában is vannak ilyen játékosok, akiknél kiemelkedő teljesítményt láthatunk Lee Sin-nél, például Max Lorien, Rocketnél, illetve hát Shrimpnél is, ahogy te is kiemelted, 6-6-os jelenleg, ez lehet a következő győzelem. Van benne fantázia, miközben említette Chant, hogy még benn marad, hát ez most nem kerül végül egyik oldalra se, egy újabb felsősvényes tiltás a Team Dignitas részéről, így már
Tagalogot is oda veszük, akkor 4 fiúrával együtt pedig 5 tiltás van a felső ösvényen. Kőkemény, mint Balls, mint pedig Someday, hát kapja a tiltásokat rendesen. És a Dignitasen egyébként gyakori tiltás a fiúra, hiszen a mérkőzések 65%-ában került tiltó listára, nehogy Someday véletlenül ezt megszerezze. De Someday-ről érdemes egy picit beszélni. Nyugodtan szerintem átnevezhetjük Farm Day-re is, hiszen ő az, aki egy meccsen a legtöbb farm per perc mutatót, és a második legtöbb farm per perc mutatót is összehozta, 12,1 és 11,3 percenként, tehát mind a kétszer simán lefarmolta az órát. Yeah. És érdekes, hogy mind a kettőt pont Bolz ellen sikerült véghez vinni ezt a két eredményt, a FlyQuest csapata ellen még az odavágón, úgyhogy Someday-nek csak jó emlékei vannak a FlyQuest elleni összecsapásokról. Megnézzük, hogy ma is úgy fekszik el, hogy ezek a jó emlékek nem alakulnak át rémálommal. Kemél érkezik. Minden esetre Balls kezébe. Most az jutott eszembe, hogy Lod, miért csinálod ezt? Engedd át Wider-től, ennek a gint és nyertetek. Jó. Igen, hát a statisztikák alapján elmondhatjuk, hogy adjátok oda Wider-től azt a gint, és akkor minden rendben. 25-szer választották amúgy eddig a gint, és nem sokszor tiltották, és ez a 25 választás ebből nagyon-nagyon sok volt a múlt hétre. Hoppá! Na hát, beszéltél itt a Farm Day-ről. Jax pont az a karakter, akit még meg is foghatsz 3-4-szer. Ő oda lesz ragasztva egy-egy ösvényre, igen, egy külső ösvényre, és csak farmol, csak megy, és ennyi. Mint egy Trinda, vagy mint még akár ugye Fiórával is meg lehet ezt csinálni. Az a baj, hogy mindig a meglátom bolszaka eszembe jut az a Fiora játéka, amikor 8-as sebzés 40 perc alatt az ellenséges hősökre, és lehozta a meccset a csapatának. Na de, hogy ezt kell elképzelni, egy Jax-el ezt tökéletesen meg lehet oldani, viszont a csapat küzdelmekben is van benne fantázia. Nem véletlen, hogy jött például egy Tristana, amivel mondjuk arrébb lehet lökni a francba, ha úgy adódik. Igen, és Lodnak egyébként nem tartozik a legjobb karakterei közé, Jean. Azért vannak a ligában olyanok, akik például 44-es KDA-val rendelkeznek ezen a hősön. Azt hiszem, hogy 3 mérkőzésen, vagy 4-en. Összességében viszont nagyon jó választás lehet a Jean a Morgana mellé, a folyamatos lekötés, a CC lock, ami érkezhet. Ez remek potenciál. Megfogni a Jax-et pedig szerintem pont egy Camille-el talán van lehetőség összességében, hogyha megfelelően használod a képességeidet. Nyilvánvalóan nagyon nehéz dolga lesz majd, és dzsungeles jelenlétre is szükség lesz. De a váltott ösvénytelések, tolások alkalmával úgy gondolom, hogy Balls talán megfoghatja Someday-t, akinek ez szerintem nyugodtan mondod, hogy egy pocket pickje előkapja a semmiből, és ilyenkor mindig akarva akaratlanul is eszembőt vörlép. Az a játékos, aki miatt az EULCS-ben elég magas a Jax tiltás jelenje, ahhoz képest, hogy mennyit játszák. Igen. Hát azt kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, egy érdekes mérkőzés előtt állunk, ugyan azt el lehet mondani, hogy az eddigi teljesítmény alapján a Team Dignitas jóval nagyobb eséllyel indul, de minden mérkőzés újabb lehetőség. A Ninjas in Pyjamas az Unicorns of Love ellen megmutatta, hogy 12 mérkőzéses vesztes széria után is van lehetőség talpra állni, és az egyik top európai csapatot elkalapálni. Aztán végül persze a szériát elbukták, de lehet mérkőzés nyerni. És de jobban kezdték még a harmadik így mérkőzést van. Is. Majdnem elhozták, de aztán mégse. Igen. Majdnem meg volt a cikez, de mégse. Szóval van remény. A FlyQuestnek pedig a játék korai szakasza mindig jó, most is jól mennek. Lodra jön a kábítás, a kifárasztás után Lodnak meg kellene halni, a jó a gyógyítás, és nem lesz meg. Idézői képességét be kellett áldozni, 2-2-es a csere ebből a szempontból, de nincs meg az első gyilkosság. Nincs meg az első gyilkosság. Meglepő és mulatságos, azt kell, hogy mondjam. Nagyon szép volt ez a Jean utolsó pillanatig való kivárás. Ugye mindenkinél egy képesség volt, ezek fölfedésre kerültek alapvetően. Láttuk, hogy harapós fagy volt Lemon Nation-nél, kiment az ő kábítása, kiment a kifárasztása. Lod nagyon tisztában volt azzal, hogy kifogynak a sebzésből és a képességből a Fly játékosai még így első szinten. Ez azért meglepő, hogy 39%-ot adnak a FlyQuestnek, tehát
Ez egy magas szám viszonylag szerintem egy olyan csapatnak Észak-Amerikában, akik a lehető legrosszabb mutatókkal rendelkeznek. Azért Cukia csak 9-ek és nem 10-ek, mert jobban osztottak meg azok a győzelmek. Összesen 19 mérkőzést játszottak, ebből mindössze 5-öt nyertek meg, aminél még a Phoenix vannak is jobb a teljesítménye, tehát ők is több mérkőzést tudtak már eddig elhozni. Viszont van egy mutató, amiben a FlyQuest sokkal jobb, mint a jelenlegi ellenfele. Azért, bocsánat, még mielőtt kimondod, addig szeretném elmondani, hogy csak azon a papíron, amit mi összeírunk, van legalább 40 mutató. De van egy, amiben a FlyQuest jobb, abszolút, mint a Dignitas. Igen. Ez pedig az első tornyok elhozatala. Ezért is mondtuk, hogy a játék korai szakaszában talán jobb lehet a Fly-nak a csapat mozgása. Egy esetleges ösvénycserével jobban érkezhet. Szemnének pedig szerintem ilyen kardioedzés kimaradt, vagy nem tudom. Hát ez nem lehet. Jaj, Istenem. Zseniális, de hát abszolút magabiztos Jax játékossal van dolgunk. Tudja, hogy mit csinál. Tudja, hogy mit csinál? Én remélem. Ilyenkor megadom neki. Ne támadj. Mi ez? Break? Nem, Chemotox. Igen, pontosan. Na de erre a Jaxra végtelenül kíváncsi leszek, hogy a Dignitas alapvetően azáltal, hogy van egy dzsinje, még akár egy jó kezdeményezéssel önmagában rendelkezhet. Na, azért a bíró nagyon, nagyon tristan a oldalán volt, tehát én már hallottam az effektet, meg láttam is, amiután ő arrébb ugrott. Ez tök olyan volt, mintha az utolsó 5 percben lőnél még 3 gólt, vagy nem tudom. Körülbelül. De mindegy, arrébb ugrott. Szóval, hogy nagyon jó kezdeményezései vannak szerintem a Team Dignitasnak, és nagyon jó arcba mászó emberei vannak a Team Dignitasnak, amelybe Jean tökéletesen használhatja ki alapvető képességeit. Például a kivirágzás, ami ezúttal is betalált Vitertőre. Fan különbség nem alakul ki az alsó ösvényen, és egyelőre még igazából sehol sem. Shrimp. Hoppá. Hi, Shrimp. Nincs meg az első gyilkosság, visszább lép Shrimp. Két erősítése is volt, viszont egyelőre még nincs meg benne az a sebzés, ami ahhoz kell, hogy el lehessen takarítani egy Oriannát. Legalább haza lehetett kényszeríteni High-nak az Oriannáját, így is farm hátrányban volt, ezt most tovább tudja növelni Keen. Imádom nézni Someday játéket. Igen, tehát alapvetően ilyen jó hokis kinézet kéne neki, és akkor még... Van. Mármint van, csak hogy az kéne, hogy az legyen rajta, mert ott aztán tényleg megy ez a folyamatos játék a kis Goyslival. Minek mi is a Korong. Neve? Korong, köszi, igen. Na, de hát nem tűnik fel, hogy nem jut eszembe a neve, de ezek szerint piszok mód leesett. A Goyslí az a elég árukodó volt, azt mondod, igen. Igen. De nem, mert igazából ez egy csatolás volt Oriannára, ezért remek volt. Lodra pedig a kezdeményezés remek. Hiába van ott a sötét pajzs, így is meg kell halni. Az első gyilkosat megszerzi a FlyQuest csapata. Erre azonnal válaszol Kínak, itt szintén le lehet kötni, ugye ezt a szívességet megteszi Moonnal is. Boznak pedig vissza kell lépnie, majd vissza kezdeményez Someday-re. Ő jön ki jobban a cseréből. Mármint az előbbi. Azaz Boz. Igen, közben nincs meg a kábítás, ez baj, jöhet egy jó falhorog bolszol, ha mert, de itt van Shrimp. A bolszol is egy jó csatolás. Jóháj! Megmentjük a helyzetet. Someday viszont nem rendelkezik sem manánával, se életerővel, Shrimp pedig nem fog megint csak torony alá érkezni. Háj, a felsősmérő jött volna biztosítani. Tuti, ami hódziher. Hát véletlenül Székesfehérvár felé fordult lehet, ahogy indult a középső ösvére. Ugye, Nono, ez már előfordult néha. Nem tudom, miről beszélünk. Maradjunk annyiba, hogy múlt héten késtem másfél óra. Nem baj, az a szerencsé, hogy két irányú az autópálya, de nézzük meg, hogy mi történt itt az alsó ösvényen. A teleport nagyon hamar érkezik, de Lodot már nem lehet megmenteni, azért három ember folyamatos fókusza, még a Morgan a lekötés mellett is elég volt az eltakarítására. Itt viszont Lemon Nation, valamint Moon el tud menekülni végül ezen csapatharcból. Megérte a középső ösvényre minden esetre Keennek teleportot hoznia, és végül egy gyilkossággal gazdagodnia. LeBlancon jó helyen van ez. Bizakodó vagyok. Na, mivel kapcsolatban? A protoöves LeBlancnal kapcsolatban. Á, tényleg, a protoöves LeBlanc.
Ja, akárcsak Árin, én Leblon is rendkívül szeretem ezt a tárgyat. Valószínű egyébként, hogy a Hextech lőpenge fog majd elkészülni Leblanon, de én továbbra is bizakodó vagyok. De várjál, azért ezt nekem tudnom kell. Ha választanod kell, és mind a kettőre van lehetőséged. Vezérzászlót vagy protoövet veszel? Mindkettőt? Jó, oké. Okay. Rendben. Oké, köszönöm. Ez nem kérdés. Jó. Hát attól függ egyébként, milyen pozícióban játszom. Hát mindig győztem. Általában lövész vagyok, úgyhogy mindkettőt. Igen. Miközben Murra jó a kezdeményezés, Hankulán betalál, Pierce nem lesz büszke Red Shrimp. Nem, viszont legalább a csapata igen, mert ott a fölemelkedés, leereszkedés talán még kéznél volt, és te nem mész fel azzal a pókkal a levegőbe, és nem leszel megcélozhatatlan. Úgyhogy jól döntött Shrimp. De Shrimpem, hogy a mostani mérkőzésen van egy kisebb fajta farm hátránya, de mindenhova odaér szépen lassan, rajtaütés sikereset még nem sikerült kiviteleznie, de már visszakényszerítette nem egyszer. Sikertelenül nagyon jól tud érkezni. Igen. Igen. Mondjuk ezt szerintem én is vállalnám az LCS-ben. A pokoli sárkányra pedig a FlyQuest csapata lép ki elsőként. Hoppá! Az nagyon korán jött ez a kivirágzás ahhoz, hogy problémát okozhasson. És nem ér ide természetesen a Dignitas csapata, egy 8% bónusz fizikai és mágikus sebzés a FlyQuest-nél. Akik amúgy nagyon szépen fölépítették ezt az akciót, az ösvényről ugye eltűnt Morgana, ott is rá lehetett tolni egy picikét Jhinre a dolgokat, illetve a rálátás biztosítás következtében Shrimpnek az érkezéséről is lehetett volna fogalmuk. Szép kivitelezés, első sárkány, ráadásul pokoli ott landol, és általánosságban amúgy elmondhatjuk, hogy a FlyQuest nem hoz több sárkányt, sőt, mint a Dignitas, de ha már a játék korai szakaszában, amiről beszéltünk, hogy van, hogy jobban tud teljesíteni a FlyQuest, hogyha szerencséje van és pont pokoli sárkányra tudja rátenni a mancsát, akkor az a későbbiekben is sokkal fontosabb lehet nekik, segíthet, hogy ne tűnjenek el a játék középső szakaszában. De abból a szempontból is rávilágíthatunk, hogy mennyire gyenge a játék korai szakasz a Dignitasnál, akkor elég, ha megnézzük, hogy a 15. percben átlagosan mekkora az arany előnyük per hátrányuk, hiszen 1215-ös arany hátrányról beszéltünk egy olyan csapatnál, akik 5-3-ban állnak 13-10-es győzelem és vereség arányjal összességében, tehát több mérkőzés nyernek, mint veszítenek, de a játék korai szakasza az valahogy náluk nem jön össze. Első gyilkosságból sincs meg az, hogy mérkőzések felén meglegyen, nem tudnak tornyokat hozni az elsőket, 26%-ban minden negyedik meccsükön tudják csak elhozni az első tornyot. Nagyon be kell indulni a Dignitasnak, és ugye nem tudják olyan magasságokba vinni ezt a játékot, mint amennyire a Unicorns of Love, de jól látszik, hogy hasonló stratégiájuk van, hogy egy csapat küzdelmekben a játék középső végső szakaszában, ha ki tudnak bontakozni, akkor végül is ezt az átlagos 1215-ös hátrányt is valahogy lehet kompenzálni. De nem vagyok biztos, hogy erre hosszú távon lehet alapozni. Nem, semmiképpen sem. Hogyha szembe kerülnek olyan csapatokkal, akik ezt meg tudják büntetni, és tényleg egy olyan kompozíciót hoznak össze, ami erre rá épülhet, erre az előnyre, amit ki tudnak a játék korai szakaszában, majdnem azt mondtam, hogy autózni ilyen Form 1-es példával élve, de kialakítani az problémás, tehát is elvesztettem minden reményt a protővel kapcsolatban, ott van már a hosszú kart kinnél. Szomorú. Szomorú nap ez a League of Legends történetét. De nem baj, még lehet jó, lehet, hogy... Nem lehet. Ez nem lehet. Ezt próbálom menteni, de sajnos annak a hosszú karnak egy rendeltetése van. Itt pedig Hájnak annyi, nem talán a hanghullám, és még a végső képességét is Háj kinyomja kínjában, de csak Shrimpet találja el. Egy újabb gyilkosság a Dignitas részére. Nézzük is ezt a gyönyörű érkezést. Háj, hopp, őrszemet, jaj nem, itt van Keen, akkor ebből baj lesz. Shrimp gyönyörű pozícióból érkezik, és pont azután, miután Háj már rányomott a megtisztulásra, így még az sem lehetett, hogy ő mondjuk azt gondolja, hogy esetleg hát megspórolja ezt a képességét, ha már úgyis biztosan meghal. Hát meg Keen végső képességére akarta a tükör klónra elhasználni a saját végső képességét, ez pedig aztán hiába. Nem egy olyat is láttunk már, hogy égetések mentek rá a Leblanra,
akkor ha éppen nem ő volt az. Tiamatot megvásárolta magának Jaxi, így az ösvény tolása jelentős mértékben javult, ezen képessége, hogy bolszal fel fogja tudni venni a versenyt mindenképpen. Akinek viszont ott van már a tolvaj surranó, úgyhogy 10%-kal tudja csökkenteni minden egyes beérkező alaptámadását Sundaynek, ami egy Jaxel szemben a lehető legjobb. Abszolút, viszont nagyon jól érezte a Team Dignitas, hogy ebbe az összeállításba... Igen. Ez aranyos. Eszembe jut az, amikor szólóküzés, first time vagyok, srácok, sorry. Akkor miért rankedre hozol? Igen. De nézd meg a másik oldalt is. Kevin Tristan Abraum. Hát ez most egy olyan mérkőzés, ami... Igen. Hát egy ilyen bevezető. Gyors tappanó. Igen, engem is meg szokott nyugtatni. Promóban vagyok, mi lesz itt? Ó, bocsi, első, akkor már ne haragudjatok rám. Kösz. First time Yasuo. Az, legjobb. Miért dobáltok hozzám galacsinokat? Miközben villan Sunday, hogy elhozza a boss-t, azonban a gyilkosság nincs meg. De nagyon komoly hazatérési lendületet adott Sunday boss-nak. Mennyi haza szépen, én farmolgatok tovább. Nincsen amúgy nagy farm különbség a két srác között, de az a tolvaj surranó az most megmentette Bolsz életét, az biztos. Ilyen apróságok nagyon számítanak. Viszont ugye a háromság hatalmát gyorsabban fogja tudni befejezni Camille valószínűleg, hiszen ő a Tiamatot nem vásárolta meg azért a kitjében, neki van lehetőség a több minőn eltakarítására egyszer, és nem mondod, a Dignitas hozzá el az első tornyot a mérkőzésen. Azt a mindenit. Hát ezt is megértük, Nono. Lehet, hogy most pont minden negyedik mérkőzés van. Ez is igaz. Majd hát egy szériával van dolgunk. Ha minden igaz, akkor a következő mérkőzésen a Fly-nak kell elhoznia matematikailag. Bár ugye, pusztán azt jelenti, hogyha nagyon sok lehetőséget nézünk, úgyhogy lehet, hogy most 100 meccsig elhozza a Dignitas innentől kezdve az első tornyot. De majd a következő évadnál más lesz. Hírnökkel válaszol közben amúgy a FlyQuest, ez nem rossz. Egyedül Moon is el tudná hozni, de azért megérkezik szépen Braum is. Sikerülni fog? Ez sikerülni fog. Na hát, viszont akár bajba is kerülhet a fekete pajzs miatt, nem lehet kint bántani. A villanás jó, a végső képesség végül ki sem jön. A szóra hírnöke ugyan megvan a FlyQuest számára, Oriannával kellett fizetni érte. Jax pedig kapott egy gyilkosságot. Titán Hidrához pedig már megvásárolt a Jauri möklét. Úgyhogy az is lehet, hogy ez a háromság hatalma, amit várnánk rá, el sem készül. Hoppá, közben ott az ellencsapás a Sundaynek, vagy counter attackja az tökéletes Jaxnek. Úgy mindig, azzal lehet ugye tényleg ugyanúgy zónázni, hiszen félnek, hogy esetleg ráugrassz a másikra, nem is lehet sebezni a laptámadásokkal, cseles. Lemondásom, te ott mit csinálsz, drága barátom? Meghalsz maximum, kinnek adják végül a gyilkosságot, volt rajta égetés, meg minden isten nyila. Ellépte magát, Lemon Nation, fogalmazzunk így. Hát megpróbált a pajzsa mögé bebújni, hát ha nem veszik észre, de átlátszó sajnos. Úgyhogy innentől kezdve nem menekülhetett. És már alakul, hiába még csak 8-as szintű az a Morgana. De hamarosan a sötét csapdája is eléri a maximum szintet. És bármennyire is érdekes, és mondjuk az például egy solo queue-ban azért egy támogató Morgana mondjuk a sötét pajzsot hamarabb kezdi el fejleszteni és tökére vinni. Én egészen biztos vagyok, hogy azt fejleszti most Big. Mert az a hatalmas kávészünet, amit tud adni az ellenfélnek, ha az betalál, az a csapatküzdelmeknél már a játék korai szakaszában is kulcsfontosságú lehet. A szódok írnak-e pedig a középső ösvényen került megidézésre Moon által, aki fordul is azonnal a mérkőzés második sárkányára, amely egy felhő sárkány. Erre már lehet érkezése a Dignitas csapatának, és érkeznek is, itt van a környéken mindenki, öt az öteni csapatharca várható, megvan a felhő sárkány, de hogy várható, nem várható itt semmi. Hát egy versenyfutás mindenképp. Öten. Öt ellen.
a lekötés eltalálja, de csak Braumolt kimegy. A vonzás hullám csak Shrimpet találja el, jó a sebzés, a Gletscher szakadék viszont megvédi Hyde. Shrimp pedig meghal a Hextech ultimátum miatt. Moon kapja a sebzést, és el is lehet takarítani Hyde időközben. El tud-e lépni még Vitertől? Jó a rakétaugrás, Lemonation pedig nem hagyja pácban, oda megy egy ugortesó. Lod már réges-régen minionokat takarít a középső ösvényen, az ő gyilkossága már megvolt, így egy-egyes a csere. Szép válasz volt ez a Dignitástól. Ugye Lodnak ennyi volt a feladata, semmi más, de itt még akció lesz, talán. A torony jelentős mértékű életerőt veszített el ebben a kis offenzívában, amit a Dignitás kezdeményezett. Ha Bignek találni fognak a sötét lekötései, akkor hatalmas problémába, slamasztikába kerülhet a FlyQuest csapata, amíg semmi keltégeje, sem pedig egyetlen higan sem elérhető. És azért ezt ki lehet harcolni, ezt a tárgyválasztást, abszolút. Hát mint Malzánál, annó. Így van. Az biztos, hogy a hírnök együtt is bele tudott vinni a toronyba, és ennyi. Hopp. Meg egy Bambi a lekötés talál, a gyilkosság viszont nincs meg. Szép volt a gyógyítás a Vitertonnek, Kim pedig nem akarta túltolni a torony alatt. Jó volt ez a pajzs amúgy, amit kapott Keen, a végső képesség a Vitertonnek, smafu. De nézzük, mi történt itt. Ugye hára mozdul ki Keen, viszont gyönyörű Gletscher szakadék érkezik, Shrimp bent is ragad, meg is van a gyilkosság, viszont Lod el tudja hozni azt a gyilkosságot. Kínre pedig azonnal amúgy jön egy kifárasztás, és így nem is megy tovább, még ha akarna, akkor sem szeretne már ott próbálkozni. Egy-egyes csere végül. De azért összességében van 2500, majdnem 3000-es aranyelőnye a Team Dignitásnak. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a játék középső szakaszába kicsit nagyobb lendülettel érkeznek, mint a FlyQuest. Teljesen olyan ez a mérkőzés is, hogy srácok, hol vagyunk? 14. perc, jó, várunk még egy picit, jó? Oké, és lemaradtunk már, jó, 15. perc meg volt, mostantól játszhatunk. Az elmúlt 3 percben, mint hogy kicserélték volna a Dignitás csapatát. Nem tudom, ez a miért ilyen választó volna a 15. perc számukra. Miközben látjuk, hogy Jin a szokásoktól eltérően szellemkardot fejez be első tárgyának. Úgy gondolom, hogy nagyon fontosnak tartja Lott, hogy jól tudjon majd pozícionálni. És például egy jó szellemkard használattal van lehetősége az akció hevében is akár. De véleményem szerint ezzel nem fog sokra menni. Miközben Someday látjuk, hogy két embert is simán távol tart a toronytól. Gletscher szakadék kijött. Pedig Big az, aki egy lekötéssel él Lemonation-nel szemben. Megérkezik Keen. Hány megkapna mindent, ha nem lenne ott Lemonation jön. A halál 4 felvonása. A negyedik eltalálja Hyde, ami összességében nem rossz, a kis pókica pedig a lekötésbe áll bele. Majd meg is hal. A hanghullám sem talált. Így a FlyQuest nyugodtan kisétálhat. Kérdés, mennyire nyugodtan itt még lehet válaszlépés. Hát egy torony elhozatalával. Így van, akár ott egy jó nagy lövés Lottól. Már szimpi. Közben zónázzák egymás folyton, és ez jó. Torony pedig meg lesz a minionok sebzésével. A varázsló minionok bevégeztették a munkát. Vitertone nagyjából fél életerőn. Kulcsmesterségéből azért lesz lehetősége majd tölteni. És elkészült a Titán Hídra valóban Someday-en. A továbbiakban kérdéses, hogy elkészül-e a háromság hatalma, véleményem szerint el kellene. Késői lesz, de el kellene. Mindenképpen azt mondanám, tehát egy Jax, aki a képességeiből, tehát folyamatos alaptámadás, folyamatos képességhasználat, nagyon-nagyon menőre a háromság hatalma. Ráadásul a régi háromság hatalma helyett ez a bónusz mozgási támadási sebesség is, ez nyilván eléggé... Készül is talán. Jó, így van, ott a kalapács. Meglepődnék, ha az egyik kalapács lenne például. De majd Someday eldönti helyettünk. Talán egy kicsit jobban ért hozzá. Hát... Egy jobban látja át az a biztos, mérkőzésen az belül, biztos. Hogy mi a probléma, hogy Bolsz... Ja, jön, ja, megölt, akkor mi a para? Akkor valami más kéne. Akkor veszek inkább egy hasító bárdot. Bár a tankosság hiány van a FlyQuest csapata, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez lesz. Bár Eris, tank Eris lesz, szükség is van rá, hiszen más tankja nem igazán van. FlyQuestnek talán Brauma, míg a pajzsa fönn van, de amikor nincs, akkor ő is egész könnyen pusztítható. És látjuk, hogy ugyan le tudja védeni a sebzését az első beérkező képességnek, de a hatását nem, így a lekötés például ugyanúgy ott tartja őt is.
Ez pedig külön probléma, szinte mindegyes Brown játékosnál. Ha beragad? Hát igen, azért van lehetőség újra kezdeni, kiugrani, holtak vértét fogja magának Lissin megvásárolni, míg befejezte a határtalan pengéjét Jean, így tárgy előnyben van Tristanával szemben, akinek még össze kell rakni ezt a tárgyat, és ha már az... Whitertől nem lesz elegendő a sebzés. Még mindig nem elegendő a sebzés, de ezek ha protoöv lenne, mi? Bemegy, kész. Így van, most is valami hasonlót próbált csinálni, csak inkább úgy döntöttem úgy, hogy a Benchik Fightlap felé veszi az irányt. Ez végül is jó lehet, hiszen most is, amikor beérkezett, ha már csak egy képességet levéd, akkor már jobban járhat. Például a Braum jelzők később kezdenek-e rajta építődni vala. Ouch! Itt pedig meg kellett tisztulni a H-nak, hogy a kivirágzás ne találja el. Ugye, ha jön a CC-lok, akkor neked ott annyi, ez teljes mértékben érthető, hogy megtisztulás mellett döntött inkább háj. Emiatt is mondjuk azt, hogy legalább rá nem kell sejmövet vásárolni. Így van, most viszont nem lesz találkozó a piros színű köpőkútnál, megvan a pokoli sárkány a Dignitasnak. Azért az nagy luxus lett volna odaengedni a FlyQuestnek még egy ilyen erősítést. Ezáltal már 2-1-re módosul a sárkányok állása, de még mindig a FlyQuest javára. És ugye itt vagyunk már a 23. percen, egy elibázott csapatküzdelem bőven baronna sora való kimozdulással folytatódhat. Látszik, hogy a rálátás is próbálják már azon a részen megalapozni, de ez Someday versus Balls. Elvileg ezt Someday-nak kellene megnyerni, a véleményem szerint életerőt nem is tud tölteni. Oh. És menekül is Balls ezerre, talál a hanghullám, így pedig hiába talán a villanás, de a gyorsaság az, ami Balls malmára hajtja a vizet, és így életben is marad. Szerencse, hogy van mozgássebesség azon a Camillon. Nagyon nagy szerencse, meg ott a háromság hatalmánál is, hogy készen van neki a kis sebzés. Majd, extra sebesség. Kín viszont jól játszom, hogy ezt a LeBlancot szeretem. A bevállalós LeBlancokat. Hiszen akkor folyamatosan jönnek a képességek rá. Hát igen, ízlések és pofonok. De minden esetre... És nagyon szivatós ez a LeBlanc. Nem is értem, hogy... Egy LeBlanc hogy mehet át a tiltási fázison? Két lábon. Sokszor előfordul amúgy, hogy nem merik elhozni, és én ezt meg is tudom érteni, mert kockázatos választás. Nézzek, most is nem milyen tudott tekintetlen annyira sok gyilkosságot. Ja, várjál, de 3-0-2-es, ami volt addig ebben mindegyikbe részt vett. De nem egy olyan LeBlanc van, aki viszont alul marad, aki nem meri bevállalni az akciókat. Az ellenőrzőmben is ez volt a tesi jegyem, mely részt vett. Részt. Összességében azt mondhatjuk, hogy a Dignitas csapata kialakított egy kis előnyt magának a FlyQuest csapatával szemben, ami nem tornyokból, hanem gyakasakból és farmokból adódik elsősorban. Nincsen olyan... What? Hogy ne lássuk Shrimp halálát. Be tudta őt fejezni Moon. Ha elhasználta a végső képességét. Más idézői képesség, vagy valamilyen kulcsfontosságú képesség nem ment ki rá, de ez úgy néz ki elég is volt. Shrimp pedig villant. Így van, Shrimp még érezte a menekülés lehetőségét. Rosszul. Szia Big. Bignek is villannia kell, ugrik utána Whitert, villan is utána Whitert, kivirágzás, a sebzés elég, a Gletscher szakadék nem találja el Lodot, a kifárasztásra pedig nem lehet menni, hiszen jön a teleport, ok, Moon pedig kitakarít, ok, egy ellenfelet, Moonra nem jó a lekötés, Kín hiába érkezett jól, ezért veszélyes, amikor Gina használja a végső képességét. Mi a manó? Nagyon szépen érkezett, azt kell, hogy mondjam, oldalról Moon. De nézzük, mi történt Shrimp-el. Ugye H-nak a vonzás hullámát várjuk. Ja igen, a gubó vonzás hullám és a kombó, a villanás az nagyon elkapkodott. Itt pedig az, hogy Whitertől megmeri húzni a ravaszt, kifejezetten kemény. Ugye a torony ledől, visszamegy a FlyQuest. Ah, kitettek egy őrszemet, akkor én ezt most itt elpusztítom meg. Van itt még valaki? Hát na, náhogy van. Elhibázza Big, lejár a pajzsa, rá lehet tenni mindent, és itt már a robbanás is. Hat rá, mert lejárt a pajzs. És nézd meg, már ott van Moon.
mire elkezdi oda végső képességét. Nem figyelt Csórikán, pedig őrszemen is átsétált az a pókocska. Nagyon előre figyelt. És ez tökéletesen használta ki Moon. Tank Elisa, aki szétsebezte egy másodperc alatt az ellenfél lövészét. Hozzá kell tenni, azért hiányzott már ott életereje Lodnak. Moon azért az... legyen tiszta, hogy csal. Tehát este játszanak már, és a Hold az energiát ad neki. Ebben a szempontból 2-0-2-es a statisztikája. Egy gyilkosságból maradt ki mindössze. Lemondani sem még ennyiből sem. De összességiből én azt mondanám, most Eddie csekkolja, hogy van-e Hold kap belőle. Nem az a kérdés, hogy itt van-e, hanem ott. Igen. Ott. Nézd meg, hogy Kalifornia. Los Angelesben nézd már át, légy, hogy van-e Hold. Vagy éppen hogy áll... 6-8-ad részben van éppen Hold, vagy mennyi. Igen, mert hát ugye ilyenkor is van Hold, csak nem biztos, hogy látják. Attól függ, hogy a nap mekkora részen világítja meg, és mennyi verődik vissza. Így van, ez egy nagyon jó asztrológia. Földrajzból meg volt a kettes. Előadás. Jobb, nem, de... megvan a kettes, az már jobb, mint az egyes. Köszönöm, mehetek én is majd az asztrósóba tartani egy-két jövendőlést. Nyitunk egy jósdát Edivel, úgy hallottam, hogy úgyis kikapta már parancsba, hogy neki jósnak kellett volna elmennie. És mik leszek ilyen sör jósok, hogy ültek a kocsmába, és na, iszunk még egyet, no, vagy nem? Nem, én arra is gondoltam, hogy, hogy növényeket fogunk rendszerezni, tehát az lesz majd a mentalista. Szép! Mi, hogy? Mert nem kell haza? Sziasztok! Ó, anyám! Kemire pedig még éppen, hogy jó a kivirágzás, ez leköti, majd utána a lánc az, amiből kisikerül villanni a Bolznak. Pokoli sárkány jön, 6 másodperc múlva ebből akció lehet, és a Dignitas nem jó felén van a pályának, vagy mégis. Kiderül hamarosan, hogy ki mer egyáltalán kezdeményezni. Someday megcsókolja a sárkányt, ő pedig visszacsókol. De itt a Fly is. A pokoli sárkány már 4000 életerő alatt, már 3000 életerő alatt, és az nagyon gyorsan fogy az életerő, megvan! El tudja hozni, Shrimp! Szép teljesítmény, egy gyilkosságot már megszerez közben Tristana, lehet-e fordulni még? Szépen kiállt a Claude végső képességéből, több gyilkosság ebből már nem lesz. A Dignitas elhozza a pokoli sárkányt, Shrimpet adják el. 58,9%-ban van, akkor inkább van, mint nincs. Így van, inkább van, mint nincs. És fogyó vagy telőhold? Hát most jelen pillanatban nem túl szerencsés holdról beszélhetünk, hiszen a sújtása nem jött be Moonnak. Nagyon érdekes lesz az a pillanat, amikor megtörténik ugye Shrimp, illetve Moon párbaja. És embert veszített a Dignitas, de ettől még ők vannak ott elől. A minion takarításra kimegy a vonzás hullám, háj viszont égő lett volna, ha az elviszi, de nem. Hát, szépen az Bolznak viszont van egy problémája, amit égetésnek hívnak. Na. Végül pedig a Lodnak a kis virága, tudja, virág csapdája tudja elhozni. Someday benne a buliban, pajzsok, két érdekel, kábítok a lekötés, minion talál el Big-től. Itt talán Someday-t be lehet fejezni, de Shrimp egy lórugással megérkezik, és visszavonulhat a Dignitas csapata az 1-1-es csere után. Na nézzük csak, hogy mi történt itt pontosan. Talál a lekötés, aztán a kivirágzás vonzás hullám mellé, de a hátsó sorban jön Boss Lodra, és rengeteg sebzést ad ki rá, de ez is kevés itt végül, mert megjött Keen, és Big sebzése, ugye megint talált egy lekötés, plusz a virág. Óvatosan azzal a mentalistával majd, mert ti is lehet, hogy bekaptok valami ilyen kis kaktuszt. Hoppá, hoppá, itt meg nagyon offenzív Keen, ez pedig az életébe kerül, be lehet valószínűleg még fejezni Tristanát, no. Ugyanúgy, így van. De egy újabb gyilkosságért cserébe Shrimp megint csak ott hagyja a fogát, biztos nem látta, hogy jönnek. Azért ez biztos, hogy, hogy hamarosan az LCS Big Plays-be bekerülhet ez a Morgana, mert nagyon szépen le tudja kötni az embereket, csak megint egy lehelettel később jött, és hogy visszajött a gyilkosságokban a FlyQuest, aranyban is vezetni tud a FlyQuest, most már toronyban is kettővel ráadásul vezet a FlyQuest, nagyon szíteseget a Dignitas, nagyon eseget, ez annyira jó, hogy na mindegy, de a lényeg az, hogy jön viszont Someday megint egyedül.
Így van, ott van a pajzs, emiatt pedig nehéz hát utolérni. Remek toboz használat, így a kábítás sem valósul meg Sunday-jel szemben. Big Morganája jó, de engem valahogy nem köt le. Boom! Szép! Ne! Ne! Ez tetszett! Igen, igen. Hát örülj neki, bezzeg a többiek, azok ezt nem mondhatják el magukról, a FlyQuest játékosai. De megy oda, megy az adokkapok egyértelműen a két oldalon, és Rimnek a statisztikája azért az nem feltétlenül annyira bíztató. A 0-4-4-es Lee Sin, bár ő a játék későbbi szakaszában, a lényeg az, hogy bírja egy picikét a pofonokat, zavarjon, jó sárkány dühét alkalmazzon. Majd aztán meg is dögölhet. De a lényeg az, hogy ezt is nehezebben fogja tudni kivitelezni, hiszen még csak két tárgya van készen, plusz egy kis csuka. És a szellemarc még messze van neki. Baronnasor felé mozog a FlyQuest, de ez még csak az őrszem takarítása lesz jó, amiből... Igen. A FlyQuest elkezdi a baronnasort, nem hallgatnak rá, teleportja Sunday-nek van, de egyelőre az alsó ösvényen tartózkodik, Shrimp hankuláma mellé, így javul a FlyQuest esélye, potenciálja a baronnasor elhozatára ki, majd be, eltalálják Braumot a lekötéssel, ezúttal betalált, az a bizonyos hankullám mehet! A végső képesség lodott meg lehet szakítani elközben, Sunday minion takarít, vagyis hogy őrszemet takarít időközben. Az alsó ösvény minion takarításában jött az őrszem takarítása a baronnasor környékére. Gyilkosság nincs, viszont teleporttal sem fog rendelkezni Sunday, nem úgy kín. Óriási ez a játék, azt kell, hogy mondjam, és nem csak a League of Legends-re gondolok, hanem amit a Dignitas, illetve a FlyQuest egymással most művel. Tehát ez zseniális, hogy kín bal oldalról folyamatosan zargat, és megint op-op. A vonzásúán megint csak minion takarításra megy ki, le lehet kötni Moont, a torony ne. Viszont nem dől, de dől, Lod az, aki befejezi, jó a gubó Sunday ellenében. Az alaptámadások, ha nem is tárnak a képességek minden bizonnyal, igen. Itt Sunday-nek azért problémásabb helyzete, és hogyha már farmdének elneveztük, 356-os farmja megint csak lefarmolja az órát a legjobbak közé. A legjobb eredmények közé a farm per perc mutatóban megint csak felkerülhet, megint csak bolzal szemben. Abszolút, abszolút, le a kalappal. Most milyen művéd van vele? Ugye? Igen, igen, igen. Viszont már ami rajta is elkészült, a háromsághatalma fagyos szív, ha előre megy, még Whitehurtot is tudja akadályozni az előre haladáson, de akár még Bolzt is. És csapdára készül a FlyQuest, mi lehet a baronnasornál, nem nézitek meg? Hopp! Lodra érkezik a sebzés, viszont ott van rajta a fekete pajzs, robbanni fog, de elég nagyot! Ott van! 424 az elég nagynak számít, Lod így a sülyeztőben, a FlyQuest csapata pedig fordulhat. A baron nasorra kulcsfontosságú képességek nem igazán mentek ki, bár nincsen újra. Még Gletscher szakadék, de ez olyan, mint egy csapda, akkor lépjünk bele, csak az a baj, hogy ők rosszul jönnek ki ebből, már mint a Dignitas játékosai. Bajban Morgana teljes mértékben rossz irányba szalad, Kemilőt el fogja kapni egy újabb gyilkosság Bolznak, vagy lehet, hogy ezt elkiabáltam? Ne, itt elmegyek, vajon a falról át tud jönni? Hát, a csodába. Hát. Akkor most visszamegyek. Végül a Hextek ultimátum is kihasználása kerül, Gletscher szakadék most már van, így Shrimp is meghal. A baronnasort most már nem hiszem, hogy nem fogja megszerezni a FlyQuest csapata. Sunday az egyetlen, aki ebbe esetleg beleszólhatna, viszont nem hiszem, hogy erre lehetősége van. Ellenben a középső ösvényen fordul az inhibitort védő toronyra. Elhozni ezt nyilvánvalóan nem fogja tudni kitankolni, sem tudja a toronyt. Nick Bolzt eltakarítja, aki egyébként fordul vissza. Gyönyörű szép a kitáncolás. Nem tudja kábítani Bolzt. Itt pedig Whitehurtől be, gyalogol bele Sunday, meg kellene halni a véleményem szerint. És ez meg is történik, a gubó is biztosítékként ott volt, de Whitehurtől sebzése már elegendőnek számít. Nézd meg, vérszomjas, határtalan penge és a két támadás sebességes tárgy, ez bőven elég. És bajban van a FlyQuest, ha itt embert veszít, akár a mérkőzés is véget érhet. A FlyQuest? Bocsánat, a Dignitas bajban van, ez ilyen frajdi volt, de hogy bajban van a Dignitas, ami nagyon meglepő, de bajban van. Igazi szólókút játszottak az elmúlt 10 percben, egyesével biztos. Meghalni, mindenféle fajta összhang nélkül. Nem védjük a lövészt, nem védünk senkit, bemegyünk, meghalunk, jó van? GG report my team. Viszont itt most, hogyha embert vezítenek, még 20 másodpercig nincsen Jax, Inhibitornak biztosan dőlnie kell.
A toronytörő Tristana beindult, és most már inhibitor törő Tristanaként tért vissza. Miközben Bowles is egy újabb tornyot hoz el az alsó ösvényem, most már biztos, hogy meg lesz a 11,5 torony, aki erre fordott az örülhet. Összességében pedig visszavonulót fúj a FlyQuest csapata egy hegysárkány elhozataláért. Ami meg is történt pillanatok alatt. Na de most biztosan érkezik most már egy visszajátszásunk. A kérdés az, hogy már melyik részéről a csatának. Amúgy látjuk, hogy aranykülönbség jelentős Lee Sin, illetve Moon között van, valamint Lod és White Turtle között alakult ki jelentős különbség, és nézzük meg azt a White Turtle, gyerekek. Tehát az, hogy vett egy vérszomjasat magának az összes tárgyválasztás mellé, az a legnagyobb jóló. 322 sebzése van, bőven van kritikus sebzése, százaléka, páncéltörése is most már, hogy hazaugrott, elkészült White Turtle. Életveszélyes. És egy embernek van normális ellenállása, pontosabban kettőnek, azok most már fabatkát sem érnek. Lord Dominic üdvözl le hellete miatt, hoppá. Lemonation kap némi sebzést, a lekötés, ami fontosabb vele szemmel, hogy ne tudjon kezdeményezni. A Dignitas pedig hatalmas mértékű sebzést kap White Turtle-től. Mi történt ezzel a FlyQuest? Ez nem az, akit eddig láttunk. Ez nem. Na. Jó, a lekötés, de Lemonation megint ott van az elővédben, és leveszi arca az összes beérkező sebzés, Sunday hazatér, miközben felemelkedik, leereszkedik, Moon egy gyilkosság megvan, Gletscher szakadék, Lodnak annyi, kettő gyilkosság, ehhoz a FlyQuest csapata olyan könnyedén, mintha nem tudom, botok ellen játszanának legalábbis. A mérkőzésnek itt vége kell, hogy legyen, a FlyQuest csapata lehengerlő teljesítményt nyújt. Moonnak az Elise eddig egyetlen egy győztes mérkőzést hozott 5 elválasztás alkalmával, Shrimp Lisztinje pedig 6-ból 6 győzelmet. Ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy Moon meg se halt a mérkőzésen, Shrimp pedig a csapat a legrosszabbja volt. A FlyQuest pedig 39 perc alatt szépen lassan felőrli a Dignitas csapatát, akiknek valami nagyon nőt kell változtatni. Lehet, nem kéne 3 olyan karaktert elhozni, amivel de még soha életükben nem játszottak. Mármint, SCS-en, hogy ez ebben van. A szezonban. Fogalmazzunk így. Igen. Ez ugye nem mindenkire gyakorolhat megfelelő hátrányt. Na, tehát összességében, ha megnézzük a Team Dignitas-t, itt hatalmas nagy probléma volt, hogy elhozott egy Jackset Someday, amivel tudja a saját stratégiáját alkalmazni, farmolgat, különösvényen megy, viszont Boss nem tudta le egy az egy ellen küzdelmekben, nem tudta legyőzni, így mindig meg lehetett akadályozni az ő folyamatos előrehaladását, vagy pedig volt rá válasza a Team Dignitasnak, de inkább szólójáték volt Someday-nél. Ugyanezt el lehetett mondani Kinnek a LeBlancjáról is, aki beugrik, próbálkozok, nem volt benne elég sebzés. Itt azért ennek a Banshee fightának hatalmas köze volt ehhez, hogy inkább egy picit ilyen lassabb előreindulást választott LeBlanc, aminek volt értelme is, de volt hátrányos része is. Szerintem nem egy gyilkosságtól esett el annak köszönhetően, hogy nem valami sebzőbb tárgyra összpontosított rögtön az elején még. És hát alapvetően az egész kompozíció ilyen nagyon kaotikus volt. Hol bemegy valaki, hol kijön valaki. Someday is előre tud menni, de ki követi? Senki nem követte, pedig követni kéne őt. Jó, kövessük akkor a többieket, bemegy még LeBlanc is, de az is inkább visszajön hirtelen, akkor ott van végig Lod egyedül hátul, mert ugye Big nem tud mindenütt pajzsot adni, meg lekötni, meg végső képesség, közben védjem a lövésszemet is, na tudod mit? Nem úgy lemondni sem, Braumja. Így van. Nem tudott egyszerűen. Összehozott a Dignitas egy olyan kompozíciót, ami... Ami nem volt kompozíció. Nem volt kompozíció, és tökre el lehet rontani, sikerült nekik. És ez még a legeleje az egésznek. Tehát Keen az, hogy gyakorlatilag ezzel a LeBlanc-kal így tudott alakítani, nem rossz, de én ezt nem tartom egy jó játéknak. Az elején megkapott, talán 3-0-2-es volt valami ilyesmi a 15. perc igen. után, de nem tudott ezzel mit kezdeni. Itt is elkapja Hyde másodjára, de itt is érkezik Big például egy villanással, meg Someday lecsapni az agyát. Tehát, hogy egyedül Keen nem volt képes túlságosan sokat letenni az asztal, és a játék későbbi szakaszában eltűnt. Szerintem inkább azt lehetne mondani, hogy Lemonation helyezkedett remekül. Tehát minden egyes képesség, ami kintől érkezett volna, azt Lemonation levette arccal. Itt még gyenge volt. Nem volt elegendő életereje, ellenállása, és a többi, és a többi. Viszont a játék későbbi szakasz az annyiból állt, hogy White Turtle beugrott,
hogy kiossza a sebzését. Mikor fordult volna rá a Dignitas, hogy a könnyű célpont előreugrott rakétaugrással lesz nem szabad, mert akkor véged van, akkor jön Lemonation és a pajzsával megvédi lövészét, Whitehurst csapatának közel 40%-át osztotta ki, már ami a sebzést illeti. Zseniális játék volt tőle, és én továbbra is azt tartom, hogy a Tristan lehet Észak-Amerika kiemelkedő lövész karaktere. Alapvetően ezen csapat küzdelmén is látszik, hogy Someday tök külön van kint, teljesen külön van, Lod lő kettőt, majd menekülnie kell, mert azonnal jön a reakció a FlyQuest-től. Egyedül vannak kint, egyedül van, és itt visszamegy. Majd biztos jön Big és segít nekem. Hát persze, csak közben Simpre meg már hárman jönnek a FlyQuest-től és meghal. Összesen 2-1-es csere. Szevasz, Teki. Hali. Igen. Tűzően vadnak. De nem tűnik annyira vadnak, de hát a frizurája jól be van lőve legalább. Na de, ami fontos, úgy gondolom, hogy a Team Dignitasnak sokkal inkább, tehát hogy beszéltünk arról, hogy a csapatküzdelem az erőssége, most csinált egy olyan csapat kompozíciót, ahol nem tudtak ők normálisan csapatküzdelmeket kialakítani, nem tudtak egyszerre elől lenni, szétszórták magukat, széthúzták magukat, ők ezt nem gyakorolták be eléggé, ezt a fajta játékot. Egyszer ez jól jött, egy egy FlyQuest baronnasor próbálkozást el tudtak ezzel így mismásolni, de abból is rosszabbul jöttek ki, és végül ez egy öngól volt, a FlyQuest megérdemelte ezt a győzelmet. Mi pedig elmegyünk egy rövid szünetre a második mérkőzés előtt. A FlyQuest 1-0-re vezet a Dignitasszal szemben. Feláll a Dignitas, hogy a FlyQuest begyűjti második győzelmét, hamarosan kiderül.